Sziasztok! Az ősz egy tökéletes évszak a gyümölcsfák ültetéséhez, ezért vásároltam én is néhány igazán szép csemetét. Egyébként október 20 és március 20 között ajánlott fagymentes időszakban ültetni a szabad gyökerű gyümölcsfákat. Nagyon fontos, hogy megfelelő mélységű és szélességű gödröt ássunk. Az első években így a már általunk fellazított talajban könnyen tud a gyökérzet fejlődni, és ezáltal a fa sokkal jobban tud termőre fordulni. Inkább egy 1 méterszer 1 méteres gödröt ástam minden csemetének egymástól 3,5 méter távolságra. Ha kevés a csapadék, akkor érdemes ültetés előtt este megtölteni a gödröt vízzel, hogy megfelelő legyen a nedvesség tartalma. Az én esetemben az előző napokban elég sok csapadék hullott, így erre nem volt szükség. Fontos kellék az ültetésnek a jó minőségű szarvasmarha trágya. A talaj lazításánál is sokkal fontosabb a fa alatti rész feltöltése tápanyagokkal. A fa teljes élete alatt erre csak kizárólag most van lehetőségünk. Minden egyes gödör aljába egy fél zsák trágyát szórtam, ami kb. 25 liternek felel meg. A gyökerek végét ültetés előtt visszavágtam. Fontos, hogy a gyökerek ne érintkezzenek közvetlenül a trágyával, mert megégetheti, ezért egy jó adag földet szórtam rá. A fa pozícionálása nagyon fontos, hiszen később már nem lesz rá lehetőségünk korrigálni. Ha egyedül vagyunk, akkor a látható módon kettő darab faág segítségével könnyen beállíthatjuk a középpontba, és biztosan nem lesz ferde. Amire érdemes odafigyelni, hogy az oltvány helyét ne rakjuk a föld felszín alá, téli időszakban érdemes betakarni, ugyanis érzékeny a fagyokra, tavasszal viszont le kell szedni róla a földet, és szabadon hagyni. A kertészetben ajánlott a ültető tablettát is, melyből 3 darabot szükséges a gödörben elhelyezni. Erőteljes és gyors gyökérfejlődést fog eredményezni. Tavasszal szükséges visszametszeni a fákat, a hosszú hajtásokat kb. A felére. Az ezt követő 1-2 évben ritkító, fiatalító metszést végzünk. És akkor mutatom az általam választott gyümölcsfákat. Az első egy vilmos körte, augusztus közepén végén érik be. Friss fogyasztása és konzervipari felhasználása egyaránt alkalmas. A következő egy kajszi barack. Ez a hatalmas gyümölcsű kajszi fajta június végén, július elején érik. Fája igen erős növekedésű, nem betegségérzékeny, jó termőképességű. Érése elhúzódó, többmenetes szedés szükséges. A ceglédi óriás kajszi a harmadik, ez egy híres fajta, hiszen termései igen nagy méretűek. A gyümölcshús világos narancssárga, közepes szilárdságú, erősen lédús, olvadó. Jellegzetes aromával rendelkezik, kiváló zamatanyagai miatt friss fogyasztása és konzervipari felhasználása egyaránt alkalmas. A soron következő egy Bergeron kajszi barack. 1920-ban Franciaországban fedezték fel, fája felfelé törekvő, közepesen sűrű koronát nevel, melyet meccéssel tehetünk szellősebbé. A fajta világszinten is ismert, mivel öntermékeny, pollenadó nélkül is számíthatunk termésre. Korán termőre fordul, később pedig rendszeresen és bőven terem. A szilvát is szeretjük, ezért került egy darab ringló szilva is a sorba. Az Althan ringló egy igen elterjedt népszerű szilva fajta. Rendszeresen és bőven terem, de önmeddő, ezért a terméskötéshez porzóra van szükség. A kertészetben azt az információt kaptam, hogy ha néhány kilométeres körzetben van hasonló fa, már pedig van, akkor nem kell aggódni.
ennek ellenére kíváncsian várom a fejleményeket. A következő egy őszi barack fajta, korán termőre fordul, és ezt követően rendszeresen és gazdagon hoz termést. Késői érésű fajta, az első termések betakarítására augusztus végén kerülhet sor. A gyümölcs maga igen nagy méretű, közel szabályos gömb alakú. Aromás íze miatt lekvár, befőtt és gyümölcslék készítésére is alkalmas, ez a fajta is öntermékeny. A sorban az utolsó fajta, szintén egy őszi barack, ez a fajta az Egyesült Államokból származik, augusztus végén, szeptember elején érik. A gyümölcs nagy méretű, felhasználható friss fogyasztásra és feldolgozásra, kemény húsának köszönhetően, piaci árunak és befőtt alapanyagnak is kiváló, szintén öntermékeny. Röviden ennyit szerettem volna nektek megmutatni, arról, hogy én hogyan és milyen gyümölcsfákat ültettem idén össze. Bízom benne, hogy 2-3 év múlva mindegyik termőre fordul, és tudjuk fogyasztani a remek gyümölcsöket. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, ha tetszett, ne feledkezzetek el a like-ról. Sziasztok!